Sziasztok srácok, örülök, hogy megnézitek ezt a videómat is. Igazából ezt a videót amiatt csináltam, hogy az embereknek legyen egy kis fogalma, hogy miről is fog szólni ez a World Champion, vagyis ez a világbajnokság. Ez régiónkénti bajnokság lesz, magyarán mondva. Nem fogunk játszani az amerikai szerverekkel, vagy a vagy a kínai, vagy az ázsiai szerverekkel, hanem az európai régióba leszünk mi. Azon belül majd ki lehet választani a későbbiekben, hogy ő, ő a Magyarországon régióját is, vagy Adőrt, mint múlt évben, de hogyha jól olvastam, akkor most ki lehet majd választani azt, hogy Magyarország. Így meg lesz az is, hogy Magyarországon ki a legjobb csapat a World Championon. Annyit tudni kell, hogy stage 1-től stage 5-ig fog tartani ez az egész küzdelem. Stage 1-től Stage 3-ig lehet iPad-el játszani, nem lesznek kitiltva az iPad-ek, iPad és telefonnal lehet majd játszani persze. És az első, a Stage 1-be 60 pontot kell szerezni, hogy a Stage 2-be, négy alkalom lesz erre, hogy az emberek továbbjussanak, mint láthatjátok az időpontokat. Ö, ezeket mindegyikkel javaslom, hogy mindenki induljon el, mert királyutalmakat lehet szerezni, fegyverszkéneket, XP c céket, vagy CP ket nem, céket, és az egész világbajnokságnak az fődíja az 2 millió dollár lesz, ami az előző évet felülmúlja, több mint 2 millió dollár elvileg, és ha a Stage 3-on is tovább jutunk, lesz olyan magyar csapat, reméljük, akkor kapni fog az a csapat mindegyik tagja egy Sony Xperia telefon, ami 120 frekvencián üzemel a játékban is, amit még így tudni kell, hogy Stage 3-ba 256 csapat fog továbbjutni, hogy milyen alkalmazásra van szükségetek, hogy be tudjatok csapatostul regisztrálni, az a GameBattles alkalmazás lesz, ott tudtok majd regisztrálni Stage 2-től, mert Stage 1-et lehet szólóban, illetve full squadban, vagy csapatban csinálni, illetve Stage 2-től már csapatba kell játszanatok, Ugyanúgy lesz, mint múlt évben, nagy eséllyel. 30 mérkőzést kell nyerni, mindegyik, hogy rangnak meg lesz a saját pontszáma. Például a legának a 20, a masternek a 15 vagy a 16 pont, és úgy lesz, aki továbbít a stage 3-ba, hogyha ben vagytok a pontszámon belül, vegyük azt, hogy 250 pont kell hozzá, de te utolsó nap éred, elés előtted van 300 csapat, akkor hiába Érted el, nem fogsz bekerülni, mert az is számítani fog az idősorrendben, hogy te mikor érted el azt a pontot. Hogyha te első nap eléred, akkor te fogsz lenni a 250 pontosokon az éle, hogyha annyit mondtam az előbb, ezt most nem emlékszek. És ez attól fog függeni, hogy ki mikor éri el azt a pontot, mert az szerint fogja rangsorolni a rendszer, hogy idősorrendben azt, hogy a, kiért el azt a pontszámot, hogy a két csapat azonos pontszámon áll. Ezt szerettem volna elmondani. Ö, remélem, hogy úgy mindent elmondtam, és tudtam vele segíteni, így a végére egy kicsit zavarosan tudtam elmagyarázni nektek, de talán így tudtam a legészszerűbben, ezért ne haragudjatok. Remélem, hogy tényleg nagyon sokan ott leszünk, hogyha valaki csapatot keres, az nyugodtan lépjen fel a Discordunkra, és írja ki a huncsetbe, hát talál játékosokat, akik szeretnének benne részt venni, és akkor sok sikert, hajrá Magyarország! Sziasztok!